Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. A napokban született döntés az ukrajnai csatlakozás támogatásáról. Mit lehet tudni a részleteiről? Igazából döntés nem született, a parlament hozott egy határozatot tegnap délelőtt, amiben a kormány álláspontját erősítjük meg, tehát azt kérjük a kormánytól, hogy ne hozzon elhamarkodott döntést. Hiszen látjuk azt, hogy Ukrajna csatlakozása nincs még előkészítve, Ukrajna még nem az az állam, amelyik tudna csatlakozni most az Európai Unióhoz. Hiszen az összes csatlakozásra váró ország, Magyarországnak például 10 év, míg tartott a csatlakozás, mire felkészültünk, mire a bizottság elfogadta azokat a kritériumokat, amivel megfeleltünk volna az Európai Uniós tagságnak. De nem ezen múlik a dolog. Igazából előkészítetlen a csatlakozási szerződés megkezdése, hiszen nem tudjuk azt, hogy Ukrajnának mekkora területe. Hogy azok a területek Ukrajnával együtt csatlakoznak az Európai Unióhoz, amelyik orosz megszállás alatt vannak, vagy azok nem, mert akkor az Európai Unió területei idegen megszállás alatt lévő területek. Nem tudjuk, hogy Ukrajnának mekkora a lakossága, hiszen a legóvatosabb becslések alapján is a háború kitörése óta 6 millió ember hagyta el Ukrajna területét. Ezek hozzászámítanak a lakossághoz, vagy nem számítanak hozzá. Nem tudjuk azt, hogy mekkora a gazdasági ereje Ukrajnának. Rengeteg dolgot nem tudunk, és hát nem tudjuk azt, hogy milyen állapotban van a közigazgatás Ukrajnában, hiszen egy háborúba álló ország, és tudjuk azt, hogy egy háborúba álló ország, ez egy természetes dolog, más a közigazgatása, más a demokráciája, mint egy békés országnak. És nem tudjuk azt, hogy milyen hatással lenne Ukrajna csatlakozása a többi uniós országra. Mert ha Ukrajna csatlakozna, akkor az összes Európai Uniós ország lemondhatna a kohéziós fejlesztésekről, hiszen mindenki nettó befizető lenne Ukrajna javára. Nem tudjuk azt, hogy az agrártermékek micsoda bonyolalmat okoznának Magyarországon és az egész Európa Unió területén. Körülbelül az agrártámogatások 20%-át vinné el Ukrajna. Ez azt jelenti, hogy vagy meg kellene emelni 20%-kal a befizetéseket, vagy csökkenne a magyar gazdák támogatása, vagy az összes európai gazda támogatása 20%-kal. És láttuk azt, hogy csak pici, apró dolgok, amik történtek, hogy beengedtük az ukrán mezőgazdasági termékeket az Európai Unió területére. És micsoda bonyodalmat és nehézséget okozott a gazdáknak és a piacnak, mezőgazdasági piacnak Lengyelországba, Szlovákiába, Magyarországon, Bulgáriába, Romániába, micsoda tiltakozást váltott ki az ellenőrzetlen GMO-s és olyan vegyszerekkel kezelt ukrán búza, ami már évtizedek óta az Európai Unióban be van tiltva. Ez az egyik dolog. A másik dolog, a fuvarozókat is beengedték korlátozás nélkül az Európai Unióba. És hallottam egy történetet minap, amikor úgy volt, hogy Ukrajnában az villanyoszlopokban bizonyára sokan láttak ilyen hirdetéseket, hogy le lehet tépni a telefonszámát. Van egy hirdetés, amiben azt hirdették, hogy kamion sofőrnek egy hét alatt elintézik a jogosítványát. És volt olyan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ismerősöm, aki találkozott olyan ukrán kamionsofőrrel, aki előtte traktoros volt, és így kapott egy kamionos jogosítványt, és most már az Európai Unió területén korlátlanul fuvarozhat. Tehát nagyon sok olyan veszélye van ennek a csatlakozásnak, amit nem látunk előre. Mi azt kértük a magyar kormánytól, hogy egy óvatosan, egy együttműködési szerződés legyen Ukrajnával, és amikor majd Ukrajna alkalmas lesz arra, hogy teljes jogú tagja legyen az Európai Uniónak, akkor természetesen fel lehet venni tagnak. De nagyon sok olyan ország van, aki még várakozik, aki sokkal hamarabb elkezdte a csatlakozási tárgyalásokat. Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Montenegro, Albánia, akik régen várakoznak arra, hogy az Európai Unió tagjai legyenek, és ezeket a szabályok felrúgásával az Európai Bizottság és az Európai Unió be akarja Ukrajnát engedni sokkal hamarabb már a jobban felkészült államok elé. Gorcső alá került a 10 milliárd eurós uniós forrás, ugye is? Így van, tegnap esti hír, hogy
a bizottság feloldotta a Magyarországnak járó uniós források egy részét, ez 10 milliárd euró. És ez egy nagyon érdekes történet, hiszen az Európai Bizottság és az Európai Unió próbálta a források visszatartását arra felhasználni, hogy megbuktassa az Orbán kormányt Magyarországon, hiszen hogyha gazdasági nehézségek vannak, ha nem jön a forrás, nem tud egy rakás dolgot kifizetni az állam, akkor elégedetlenség van és megbuktatják az Orbán kormányt. Erre számítottak a brüsszeli baloldali liberális képviselők és a bizottság tagjai. És mindenféle mondva csinált okkal már a saját kéréseiket is felülbírálva húzták az időt. De ez az időhúzás eddig tartott, hiszen rájöttek arra, hogy Magyarországot nem lehetett sarokba szorítani. Hiszen az utolsó, a legutóbbi adat, a harmadik negyedéves adat már a GDP növekedését mutatja, az inflációt sikerült letörni, még nem teljesen arra a szintre, amit szeretnénk, de most már hetessel kezdődik az éves infláció, és rájött a bizottság, hogy Magyarországot nem tudja zsarolni a források visszatartásával, és ugye nem fizeti ki a Magyarországnak jogosan járó pénzt, ezt szerződések biztosítják, akkor az Európai Unió szerződés szegő, és sok bizottsági tag megállapította, hogy ha Magyarország perre vinné a dolgot, akkor Magyarország megnyerné, hiszen ezek az összegek szerződésben le vannak írva, és jogosan járnak Magyarországnak, úgyhogy eddig tudta húzni az Európai Bizottság és az Európai Unió, úgyhogy a források egy része most már felszabadul, és bízom benne, hogy jó helyre kerül, hiszen energiahatékonysági szempontokból, és természetesen a pedagógusok béremelésének kiegészítése is megtörténhet a jövő évben, hiszen januártól 10%-os béremelést kapnak a pedagógusok, és utána a többi rész pedig az uniós források terhére, amiben az unióval megegyeztünk, de ennek a terhére kerül kifizetésre. Nemrégiben került a lakosság postaládájában nemzeti konzultáció újabb kérdőíve, amely számos fontos kérdést taglal. Miért lényeges, hogy kitöltse mindenki és visszaküldje? Ez is most már, hogyha lehetne hungarikummá venni, hiszen a magyar kormány azt az érdekességet csinálja, amit ez egész Nyugat-Európában, nem is az Európai Unióban, hogy megkérdezi az emberek véleményét. Megkérdezi az emberek véleményét sorsdöntő dolgokról. Mint ahogy megkérdezte a migrációról is, hogy akarunk-e betelepíteni távoli országokból, idegen kultúrából migránsokat Magyarországra, vagy nem. Most is megkérdezzük azt, hogy mit szeretnének ezzel. Ennek az Európai Unió most sem mondott le a betelepítési kvótákról, hiszen minden országban úgy szeretnék, hogy széttelepítenénk ezeket a migránsokat, úgynevezett migráns gettókat hoznánk létre. Amennyiben ezt az ország nem akarja megtenni, akkor több ezer euró büntetés kell emberenként fizetni. Ez Magyarország és a magyar kormány ehhez nem járul hozzá. A másik dolog pedig az ukrán csatlakozás is egy nagyon érdekes téma, hiszen pontosan látjuk azt, hogy egy előkészítetlen csatlakozásra kerül sor, az tönkreteheti a magyar mezőgazdaságot, az egész Európai Uniós mezőgazdaságot és a magyar gazdaságot is. Tehát a nemzeti konzultációt én kérek, hogy mindenki olvassa el, töltse ki, hiszen egy kormány, egy ország úgy tud dolgozni és úgy tud gondolkodni, hogyha tudja azt, hogy mi az emberek véleménye. És az emberek mondják el a véleményüket, hiszen ez a demokrácia lényege. Mert nagyon sok ország, és talán az német külügyminiszter asszony mondta azt, hogy ő úgy addig támogatja Ukrajnát, ő nem, neki nem számít az, hogy erről a szavazói mit gondolnak, ő akkor is fogja támogatni. Én azt gondolom, hogy ez nem a demokrácia, és nem egy olyan dolog, hogy ezt kellene nekünk követni. Nekünk azt kell követni, amit az ország, a nemzet és az itt élő magyarok érdeke kíván. Mit prognosztizál képviselő úr a jövő évre? Én a 80-as években, a gyerekkoromban úgy nőttem fel, hogy mindig az volt a mondás, amikor megkérdezték, hogy milyen ez az év, és akkor mindig az volt a válasz rá, hogy rosszabb, mint a tavalyi, de sokkal jobb év, mint amilyen a jövő év lesz. Ez szerencsére ez a mondás nem igaz, hiszen láttuk azt, hogy a koronavírus járvány után volt egy fellendülő időszak.
Utána, amikor már a magyar gazdaság magához tért és elkezdett jól hasítani, akkor bejött az orosz-ukrán háború, bejöttek ezek az uniós szankciók, amelyek felnyomták az energiaárakat, felnyomták az inflációt. Emlékszünk, a tavalyi évben mindenki igyekezett az iszonyatos magas energiaárak miatt takarékoskodni. A gázzal, a villannyal, a tűzifával. Ez az évben normalizálódtak az energiaárak, sikerült az uniós hatásra a szankciót és inflációt letörni, és azt gondolom, hogy a jövő év már egy fellendülő időszak lesz, a béremelések időszaka és az alacsony infláció időszaka. Én azt gondolom, hogy visszakerül Magyarország arra fejlődő gazdasági pályára, amelyről 22-23-ban letért. Én azt gondolom, hogy a jövő év sokkal jobb lesz, mint az idei, és a 2025 éves év pedig még jobb lesz. Én úgy látom, hogy a magyar gazdaság újból arra pályára fog visszatérni, ami ki van jelölve számára, amit a kormány kijelölt, és gazdasági fellendülésre számítok, csökkenő, alacsony infláció mellett. Napokon belül itt vannak az ünnepek, a karácsony, szenteste. Mit üzen képviselő úr Karcag lakosságának? Mint amit mindenki másnak, mint amit magunknak is szeretnénk. Egészséget, békességet, szeretetet a családban, a barátok között, hiszen ahogy telik az idő, az ember rájön arra, hogy jó dolgok az anyagi javak, de sokkal jobb a szeretet, sokkal jobb az egészség, sokkal jobb a békesség. Én minden karcaginak azt kívánom, hogy teljen egészségben, békességben, szeretetben az ünnepi időszak, és sikerekben, jó egészségben, gyarapodásban a jövő esztendő. Köszönjük, és kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánunk képviselő úrnak. Viszont és családjának kívánok. Is. Köszönjük. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!